Réti Andrásné már gyerekkorában segédkezett a konyhában, nagyszülei székelyek és svábok voltak. Hosszas keresgélés és gyűjtés után közel 2 évig írta meg a sváb könyvét, és ezzel párhuzamosan a székely recepteket is elkezdte papírra vetni. A székelynél kicsit könnyebb dolgom volt, az is a saját család receptjei, ahogy mi készítettük, ugye ahány ház, annyi szokás mondják. Itt azért volt könnyebb dolgom, mert a férjem székely származású, ő ismert minden ételt. És akkor azokat is elkészítettem, lefotóztam, és akkor könyvbe öntöttem. Fontos számára a népszokások, a tradíciók és a hagyományos ételek megőrzése a jövő generációi számára. Mindkét népcsoporthoz való tartozásomat büszkén vállalom. Nagyon nagy szeretettel gondolok az őseinkre, és én a fiataloknak már többször elmondtam, de nem győzöm mondani, hogy kérdezzenek a nagyszülőktől addig, amíg van akitől kérdezni. Sokat kérdeztem, sokat voltam velük, de még többet kellett volna. Mert még mindig vannak kérdések, jönnek a fejembe, amit azt mondom, hogy meg kellett volna kérdezni. A polgári konyhából származó süteményekkel az ifjabbak figyelmét szeretné felkelteni. Úgy gondoltam, hogy a fiatalokat talán ezzel egy kicsit oda tudom csábítani, hogy ők is megnézik azokat az ételeket is, amiket az őseink készítettek, és örülök annak, mikor a fiatalok visszajelzésként küldik a képet, hogy elkészítettük Jutka néni, és jól sikerült, és kisgyerek, hogy segítettem anyukának a kiflit elkészíteni, és az ilyeneknek örülök. A német tájház szobája megtelt érdeklődőkkel, akik figyelmesen hallgatták végig az előadást. A jelenlévőket házisós kiflivel, babos zakuszkával és túros kaláccsal vendégelte meg az írónő.